Az Aporvilmos tér felől, de a Székesegyházból is megközelíthető az örök imádás kápolna. A nevéből adódik, hogy éjjel-nappal lehetőség van a szentségimádásra. Szeptember 13-án, amikor újra szentelte Püspök úr a Székesegyházat a nagy felújítás után, arra készült el a szentségimádó kápolna, vagy örökimádási kápolna, ami lehetőséget kínál és ad azoknak az embereknek, akik el akarnak csendesedni az Úr előtt, akik imádsággal, engeszteléssel, dicsőítéssel ott akarnak lenni előtte. És így napközben, amíg nyitva van a Székesegyház, addig a Székesegyházból bármikor betérhetnek oda, amikor viszont zárva van, akkor ahhoz van egy beléptető kártyája azoknak, akik regisztráltatták magukat. Több mint 170-180 ember, és így akkor óránként tudják váltani saját magukat éjjel és nappal. Az előző nap például egy emlékeztető e-mail érkezik a megadott fiókba. És az a szép, hogy nem csak egy ember van bent mondjuk napközben, hanem szentmisék előtt, vagy után, vagy akár napközben többször tapasztalja az ember, hogy akár 4-5-10 is bent vannak és csendbe imádkoznak. Tényleg egy elcsendesedési kápolna. Nekem is van egy imaórám szombaton 1-től 2 óráig délután, és akkor nagyon jó a csend, mert akkor még a turisták sem járnak a templomba, úgyhogy akkor teljes csend van mindenütt, templomba és a szentségi kápolnába egyaránt. Csendes, tehát egy meditációs, elmélkedő és tényleg saját magába szemléli Krisztust. A szentségi kápolnában tehát mindenki egyénileg imádkozik, nem vezetett szentségimádásokat tartanak. El lehet olvasni a kikészített könyvből a napi szentírási szakaszokat. Nem csak győriek imádkoznak az oltári szentség előtt. Nem csak győriek vannak itt, tehát jönnek Kapuváról, Csornáról, Komáromból, én is így hallottam, hogy vidékről is. Ugyan a 2 hetente lévő szentségimádás, ami van keddenként a Székesegyházban, amit Dávid atya vezet, ott is nyilván ez a 100 fölötti ember, 100-200 ember, nem csak Győrből, hanem vidékről is jönnek, és azokból tevődik össze az örök imádó ima közösség. A folyamatos szentségimádás a lelki megújulás lehetőségét is magában hordozza, amely a falakon túl kihat a városra és az egész egyházmegyére. Van egy ilyen kicsengése is, hogy azok, akik imádkoznak itt, talán bevonzák még azokat is, akik esetlegesen nem tudtak erről, hogy ez milyen egy ilyen városban, és én elhiszem, vagy tudok hinni abba, hogy itt valami elindult, és ennek van egy folytatása. És ha valakik ilyen kitartóan odaadó szeretettel jönnek a kápolnába, bízom benne, hogy másokat is ide hívnak, illetve jelenlétükkel felpezsdítik bennük a hitértékét. Aki szeretne csatlakozni az örökimádó közösséghez, a képernyőn látható telefonszámon teheti meg.